ellenzem itt a szállodaépítést. Tulajdonképpen nem itt lakom, hanem Vélteszőlősön, de tatai vagyok, és nagyon sokat járunk ide a tópartra sétálni, kirándulni, szórakozni, és nagyon sajnálnám, ha nem maradna meg ilyen állapotban, hogy most van. De ennek itt nincs helye. Ez nem ide való környezetileg, sehogy se. Úgy érzi, hogy kilógna a környezetből, nem vagy nagyon nagy lenne? Vagy... hanem felbolygatná itt a város életét ez az egész. Van millió más hely, menjenek máshova. Ön ide valósi? Én ide valósi vagyok, igen. Igen. És akkor gondolom sokat jár ki a tó környékén. Persze, persze. Én itt éltem le az életemet 18 éves koromtól kezdődően. Úgyhogy én ezt nem szeretném ide. Ennek a szállodának ezen a helyen nincsen keresnivalója. Természetesen nagyon fontos, hogy megtalálja Tata, illetve Tata lakossága azokat a lehetőségeit, ami a fejlődésnek azt a lehetőséget adja meg, hogy ezt a helyet is tudjuk fejleszteni, a Lovarda és környékét, nem ezen a módon, illetve ha szükség van akár egy ötcsillagos szállodára, akkor találjunk annak megfelelő helyet. Mit vártok ettől a tüntetéstől? Mi a cél, mi a szándék? Először is azt szeretnénk megmutatni, hogy rengetegen szeretjük Tatát. Rengeteg ember van itt mellettünk, aki minket támogat. És nem feltétlenül csak Tatáról. Szeretünk emberek. Ti mit tudtok, hogy honnan jöttek emberek erre a tüntetésre? Honnan? Több helyről is? Igen, az országból több helyről, sőt, a környező országokból is van itt vendégünk. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek, akinek szívügye Tata, a tatai tópart, a természetvédelem, a műemlékvédelem, a látképvédelem, a tájképvédelem. És mindenki, aki lokálpatrióta, állatvédő, madárvédő, az mindenki itt van velünk. Tatának a lényegét veszítenénk el azzal, hogyha ide épül egy ekkora hotel. A méretével van baj, vagy eleve azzal is, hogy hotel épül, vagy bármi épül ide? Méretével és funkciójával is. Önök itt laknak, ide valósiak? Igen, egy éve költöztünk ide, pont azért, mert Tata olyan, amilyen most. Polgármester úr, a vírus alatti rendkívül helyzetben oly sok ember került élet-halál közelébe. Olyan sok család került nehéz gazdasági helyzetbe. Tényleg az volt a legfontosabb ön számára, hogy kiemelt építési területté nyilvánítsa a tópartot? Mint egy ilyen tüntetés, vagy kinyilatkoztatás egy ilyen gyülekezési formában, az magában szerintem nem elég, de így, ahogy itt szerveződik, itt mellette jogi úton is történnek lépések, és abba bízom, hogy ott sikerül bizonyos pontokon fogást találni, és akkor ezt meghívisítani. Lehet esélyt arra, hogy itt ne épüljön szálloda? Látok, de nem könnyű menet. Miért? Hát, ugye így a fővonulattal szemben fellépni az sose könnyű. Fővonulaton most éppen kitért egy nagy céget? Igen, nagy cég, meg ha vannak politikai kapcsolataik, akkor az így, és többségi oldalon, akkor azzal szemben menni sokszor nehéz.